Doktor levegő fej! Csak egy fej van az interneten! Ó, erre nincs gyors gombom. Ez így nem jó. Tehát nincs bekapcsolva a mikrofon, ennyit mondtam. A fekete Jokeres kell szombaton. Ugyanaz van rajtam, mint tegnap. Tekintve, hogy ez is tegnap addig volt rajtam, míg itt ültem a számítógép előtt. Ez fájni fog. Nem. Milyen jó lett, nem? Így se jó. Vissza az egész. Szódával elmegy. Akkor ez a pizsamám. Hát végül is lehetne ez a pizsamám, ha a pizsamában aludnék, vagy hogyha nem a pucér testemmel feküdnék az ágyba, akkor lehetne pizsamám is, amúgy. Ez nem. Ez kiürült. Ez pedig itt van. Szevasztok, üdv mindenkinek, hello ott, meg ilyenek, mit tudom, mit szoktam én komondani.
Inhet. Don't para. Minőségi citromos radler. Ebben is vannak kék részek. Hát megvannak a hatásai a második fázisos Pfizer-es történetnek. Például, hogy a kezem így, ez még megy, és valahol így ennyi. Így nem tudom tovább emelni, szóval... hát vannak így gondok, például, hogy mit tudom én, ha így meg kell vakarni a fejem, és a jobb kezemből valami, akkor ugye nem a kezem megy a fejemhez, hanem a fejem megy a kezemhez, de hát ez egy pár napon belül elmúlik. Ez az egyik probléma. A másik pedig, hogy olyan tetű kómás, vagy belassult, vagy nem tudom mi vagyok, hogy az nagyon durva. Amúgy sem vagyok egy heves vérmérsékletű egyén, de hogy most azt úgy nagyon durva. Remélem, hogy holnap elmúlik. Úgyhogy nem, Aletta, miért alkoholizálnánk? Hát nem hiszem, mi állandóan. Ilyenkor pláne nem. Úgyhogy ma ilyen egyszerűsített stream lesz, ahol viszonylag kevés interakciót kell csinálnom, vagy nem kell gyorsan reagálni dolgokra. Tehát nem lesz ma school, sajnos. Úgyhogy rohadt régen jegyeztem, és nagyon szeretnék vele haladni. De nem vagyok ma túl gyors, szóval nem hiszem, hogy a második bosszon túljutnánk, úgyhogy azon ki, hogy farmolnánk egy kis sötét kvarcot, nem sok haszna lenne. Kiszállsz a Combine-ból és beköszönsz. A Combine-ból nem lehet nézni. Vagy hallgatni. Van egy haverom. Ő szokott Combine-ba. Nagyon nem Combine-ba, traktorba. És nem streamet nézi. Vagy hát, nem filmet, de mindegy. Na! Úgyhogy 60 seconds özzünk. Na már Steam frissítés, halló! Ma még kávé egész nap döglöttem. Mármint, hogy feküdtem az ágyba és random streameket és sorozatokat és ilyesmit csináltam. Úgyhogy nem vagyok felpörögve egyáltalán, de legalább elfeküdtem minden testrészem. És ez ugye tovább rosszabbítja azt, hogy fáj a karom. Pedig nem akarom. Pápatumcs. Miért kell telepíteni a 60 seconds-et? Haló? Egy új tétel a raktárban. Mi történik, kedves Steam? Amúgy veledek mi újság, srácok? Hogy telik a hétvége? Majdnem megkezdtem, hogy néztál valaki a formányját. Tudom, hogy nem néztek formányját, csak így... Szóval ne húzgáljam magam bal kézzel. Mármint az asztalhoz. És nem máshogy. Mielőtt rosszra gondoltam. Sövénynyírás. Egész nap a sövénynyírásnál. Combine-nal. Az hogy? Itt van. Most nincs hajta hang. Mi? Már úgy elszoktam, hogy nem PlayStation-ről streamelek, hogy így... Így jön. Ezt akartam. Pa-pa-pa-pam! Jó. Mi ez? Jaj, egy cif 6-os üzi. Ó, tenőnc. Ők nem érnek pénzt. 6 cent. 6 cent. Ez lófasz. Tessék! Itt van a Streamlabs. Hogy pörög? Jó. Jó hehe, de veled átbeszéltem már. Még nem tudom miért húztam a billentyűt, úgy fog kelni. Nyugáme! Mert egy challenge. Micsoda, tesót közölt, hogy azt szeretnéd, megcsináltad a T kategóriát. De a T kategória az mi? Az a kis traktor, nem? Vagy az a ilyen gépés, nem? Vagy az a kis gépes valami, a T-at, a meg a rendes traktor. Hát igen, a Streamlabs kicsit ráizult a történetekre, hogy mi lesz.
hogy itt elveszítse a munkáját. Tehát survival lesz. És rá nem tudom, melyiket próbáltuk utoljára. Ja, amúgy egy sikerült még csak, nem? A... rendes traktor. De a traktort amúgy vezeteted B-vel is, nem? Vagy annak van valami megkötése? Vagy, vagy azzal csak vezetheted és nem... nem csinálhatsz vele föld munkát, vagy valami, valami ilyesmire émlik talán. Na, szóljátok, hogy mikor legyen vége, hogy mikor legyen. Hogy valaki írni azt, hogy most is, akkor így megálltam, és azt csináljuk ma. Csak ugye így gyakorlatilag inhűve egy oldást fog kapni, akkor a késés van a Twitch-be. Na, ez lesz. A hölgy és a kutyája. Survival for 15, ami 50 days, de mindegy, ne veszítsd el a kutyát, és nem lehet expedíciókra menni. Az heavy. Csak Dolores élte túl, és az ő kutyája. Hát, kíváncsi leszek. Ja, azzal nem lehet vontatni. Az mondjuk lehet. Sőt, hát az tuti már, hogy a B-vel valami rohadt kicsi vontatást lehet csinálni csak. Ú, de régen elkopott már a kresztudásom ilyen szinten. Na hát itt vagyunk. Itt van a kis palacsinta. Három üres szék. Dolores. És nem lehet kimenni. És nincs kajánk, meg vízünk gyakorlatilag. Köszönöm szépen az előrejelzést. Szóval, amikor elkezdett hullani a tűz az égből, akkor minden nő önmagáért felel. Nos, önmagáért és egy kutyáért, palacsintáért. Legalább nem mutáns, jelenleg. Igen, kikáldunk tartunk, amíg meg nem mentenek. Talán hasznos lesz a kutya. Valaki biztos hozott le egy kis ellátmányt ide az óvóhelyre. Mi? Ja igen. Ugye nem lehet elhagyni a óvóhelyet őrizetlenül, mert ugye elrabolják, elfoglalják. A rádióban azt mondták, hogy a hadsereg úton van, de hogy az nagyjából 50 napig tart, hogy megérkezzen. Nem tudom, honnan jönnek. Nagy falu ez az Amerika, de hogy... na mindegy. Nem lesz egyszerű, de ki kell tartanunk. Hát akkor... ennyi. Igazából el kell nyomkodni 50 napig. Ó, megjöttek a fogykos lovagok. Igen, akik a követ verik egymáshoz, és azt hiszik, hogy ők lovagok, és a Szent Grált keresik. Hát nem tudjuk nekik a térképet, hogy hol van a Szent Grál. Ez minden egyes térképen rajta van amúgy. Csak ismerni kell a jeleket. Adtak valami cserébe? Egy kézikönyvet. Jó. Hát reméljük sikerrel jár a küldetésük. Az első héten nem kell csinálni semmit. Egy patkány! A patkányok általában kisebbek, mint a macskák. És hogy dupla farka van? Nem engedhetjük a készleteink közelébe. Szétvágjuk baltával. Ha itt van palacsinta, ő miért nem csinál valamit? Jó, túlélte a balta, meg Dolores is, meg palacsinta is. Te cuki, csóválj a farkát! Most emelre csóválj, most arra csóválj. Most erre arra csóválja. Megemelekültek a konzerveink. Ez elég rossz ír ennek a szőrös mutánsra. Azt hiszem még mindig mi vagyunk az táplálkozási lánc csúcsán. Jó nekünk. Doloresnek néha innia kell. Hát biztos, hogy nem a harmadik napon. Ajjaj. Folyik valami csőből valami zöld takony. Ez nem túl jó.
Nézzük meg a cserkész kézikönyvet, ahol biztosan valami utalás arra, hogy mit kell csinálni a folyó takonnyal. Megint túlélte mindenki. Ha, problem solved. Ennyi. Hát jó. Negyedik nap. Jó, négy naponta ugye inni kell. Valaki kopogtatott az ajtón, ami gyanús, de néhány perc beszélgetés után kiderült, hogy csak egy csoportnyi öreg hölgy, akik egy teapartin voltak, nem túl messze, amikor a bombázás megtörtént. Micsoda? Úgy gondoltuk, hogy jó lenne velük beszélgetni arc to arc. Amikor kinyitottuk az ajtót, ezek az öreg szemét vén asszonyok megtámadtak az esernyőikkel. Meg egy tüskés asztallábbal harcolnunk kell. Hát folyjuk le a... Nem zárjuk csak be így. Megvan a pont, Nándi, gratulálok. Jó, hát elmenekültek az öreg asszonyok. Jó dolog, ez teljesen jól van. Még olyan nem használtam el a bogárölő sprét. Talán kezdünk megőrülni, de mintha az egész óvóhely mozogna. Valami kis bogaraktól, nem, még rosszabb, ezek pókok. Nem ilyen kicsik, hanem óriás, szőrös és félelmetes szörnyetegek. Úgyhogy mi lenne, ha őket így lekezelnénk ilyen raiddel. Spider raid. Jó, egy darab pókot nem látok sehol, úgyhogy valószínűleg sikerült. Ó, lett belőle egy kaja. Tudtuk, hogy a pókoknak esélye sincs a jól fegyverzett, jól fegyverzett bogárölő spring ellen. It's a difficult Hungarian sentences. A sentence, ugye? Na mindegy. Fegyverezve felvegyik a harcot. Ezt akartam mondani. Igen, elkezdtük feltakarítani a holttesteiket, és egy váratlan díjban részesültünk egy leveses konzervben, amit eddig nem vettünk észre. El volt rejtőzve az árnyékban, a sarokban néhány rétegnyi döglött pók alatt. Dolores jól van, kaján, mint a vesztés. Vajon mit értett Uncle Brian-nel? Kérdezi Dolores, meg így... Hát benne van egy kép abban a cserkész kézikönyvben, amit két random idióta hozott. És hát ott van Uncle Ben-nek a fotója, ami pont benne volt. Megtaláltuk, nagyon jó. Na hát egy hét megvan. Jó. Nagyon fura, hogy ilyenkor is zébe. Többes számú beszél a könyv. Vagyis ír. Húha, lesznek gondok ezzel a mai streammel amúgy. Hideg a sör amúgy. Ahhoz képest, hogy június van, nem érzem azt a rohadt nagy nyári időt amúgy. Ki kell tartanunk, nagyjából ez volt a lényeg, dehidratált lett Dolores, ami azt jelenti, hogy adjunk neki inni. Palacsinta szeretne rohangálni egyet odakint.
Jó éjszakát. Hát ahhoz valami érdekeset. Hadd szaladgáljon, vagy hát a mutánsá válik. Jaj, egy tündér haci. Nem vált mutánsá. És nem is nagyon. De az ott egy zseblámpát. Nem tudjuk, ezt már hogy szép munka palacsinta, nem tudom, hogy egyik hogy tudtuk túlélni zseblámpa nélkül. De most már nem kell. Mackó alsó pulóver kombóban ülök a szobában. Hát, ezt mondom. Kedves kazán, hogy június 5-e van. Azt... Jó, az udvaron már most amúgy nem volt rossz idő az utóbbi pár napban a szabad levegőn, de hogy a ház még nem melegedett át egyáltalán. Ami fa is, meg nem is. Fog még ez hiányozni szerintem a nyáron, ez a kellemes 19-20 fok. Jó fiú. Adjunk egy kis konzervet palacsintának, nehogy szomjas, vagy éjes legyen. Hozott egy zseblámpát, megérdemli. Na, megvan az 5-e a kihívásnak. Nedd meg a dobozt, palacsinta. Easy boy. Jó, hát hál' Istennek ez a kis konzerv egy darabig boldogan tartja a palacsintát, tehát hogy volt benne egy kis extra adalék. Már eltelt 10 nap. Unatkozunk. Mindig jól jön egy kis extra ellátmány. Micsoda, és mindenhol kutya szőrszál, de még mindig élünk. Szegény Dolores-nak már alig maradt ereje, úgyhogy adunk neki is enni. Ha már a kutya kapott, akkor most már elt az ember is. Jó, mindig is akartak egy hatalmas partit csinálni Doloreszék, amiben egy rohadt nagy sütemény van, de eddig valamiért sosem jött össze. De majd most, mármint az apokalipszis után. Nem vagyunk itthon, nem kell kopogtatni. Ó, oh, elbetakaróztál, hát köszönjetek el helyétől, nagyjából 19.45 környékére már aludni fog. igen. Jó, tehát, hogy előre tervezni egy jó dolog, vagy egy jó stratégia, de most a legjobb az lenne, hogyha a vízellátásunkról gondoskodnánk valahoz, hogy... Most adtam neki enni. Tini még nem kap, majd csak holnap. A szabadság nevében kinyitni, kiabálja valaki az ajtón kívülről. Ők most ki fognak rámolni, vagy nem? Nem nyitom ki. Már lehet, hogy palacsinta lerendezni, de nem. 12. nap. Nem állunk túl jól. Jó, csendben maradtunk, míg el nem ment a csoport. Aztán többet nem is jöttek vissza. Még igen, nem lett volna sok minden, amit elvihetnek, de amúgy van. Mert hogy kajánk nincs, de hogy azon kívül egész sok mindenünk van. Dolores még mindig éhes, amúgy. Most csak inni kap. Nem sok hely van ide lent is. Gyakorlatilag mindennek érezzük a szagát, vagyis hogy Dolores érzi. Palacsint amúgy is érezte, ugye ő kutya. Igen, ki kell vizsgálni, hogy honnan jött ez a bűz, mert ez általában egy elszabadult tégla mögött lévő döglött patkány, aki egy konzervet cipel magával. Annyira tudta. Így van. Megtaláltuk a döglött patkányt, majd eltemettük. Óvatosan egy konzerv, egy üres konzervbe. Doris teljesen jól van, csak éhes. Ha már találtunk egy konzervet, akkor ebből eltünk. Itt van a
a kopogtatós, elszaladós, bőröndíthagyós esemény. Nézzük meg, mi van benne, csak az, hogy ilyenkor automatikusan megeszik, hogyha romlott konzerv van benne. De hát, ha hagyod benne valaki egy kis vízet. Itt várja az ajtót valaki. Víz volt benne. Hát ez nagyon király. Egy teljesen ártalmatlan ajándék volt, egy kis víz. Nagyon jó dolog, ezt annyit bírna enni, amennyi kajánk van. Valaki megint kopogtat. Nyissuk ki, mi baj lehet? Ők nem a szabadság nevében kopogtatnak, csak így kopogtatnak. Tizenötödik nap. Valami náthás volt, vagy nem tudom. Nagyon jó. Betegek lettünk. A kinti levegő az veszélyes. Miért nem vettem a gázmaszkot? 15, az nem osztható 4-el, mi? Hadd menjen, palacsinta, hadd szaladgáljon. Múltkor is bejött. Hát az egy kis kaját, vagy vizet, vagy első segélycsomagot, vagy bármit. Hozott lőszert. Milyen jó kutya, kimegy, az hoz egy marék lőszert. Ja. Dehidratáció, a 16. nap az már talán, meg egy kis kaja, úgy. Szerintem, mivel hogy elhallgatott a rádió, a kedvenc rádió állomásunk, viszont nem kéne szegelni a rádiónkat, mert tönkre fog menni. Dekapó, köszönöm szépen a követést. Közben. Remélem jól olvastam. Most nem tudok olvasni sem. Igen, hát csak technikai problémák történtek a rádióadásnál, és hamarosan helyreáll a minőségi műsorszórás. Dolores még mindig éhes, palacsinta pedig szintúgy éhes, úgyhogy adunk neki egy kaját, csak hogy így szűkösen leszünk kajával. Tizennyolcadik nap. Jó, palacsinta. Jól lakott, mindenki jól lakott, kivéve Doloreszt, de ugye csak palacsinta. Visszatértek a... Nem. Valaki megpróbálja kinyitni az ajtót. Hát, csapjunk oda. Egy óvatos balta csapással. Elég kemény volt az a balta, hogy ilyen lövés hangjai voltak. Úgy néz ki, hogy ketté tört a balda nyele oda csapás közben. Ma, mivel közben amúgy szavaz dekapú, remélem jól mondtam a nevet. Ha nem, akkor légy szíves, javíts ki. Ma minőségi, lidlös, ám de hideg radlert fogyasztok, mert ugye Covid oltás után nem iszunk. Még tegnap volt, mindegy. Na, szóval... Hát... Igen, sikerült elüldözni a támadókat, de az baj, hogy 19. nap van, és elfogytunk védelmi fegyverekből. 19, az megint nem osztható 4-jel. Kezdünk megőrülni a hangoktól, úgyhogy... A Dolores tol egy pasziensz versenyt önmagával. Baseball kártyákkal. És megnyerte, Dolores győzött. De viszont egyből hallja a hangokat újra.
Jó, igen, igen, már csak 30 napot kell túléljük, csak hogy már nincs gyakorlatilag ellátmányunk, és már jól esne egy kávé. Na, a 20 az osztható 4-jel. Hogy. Meg kellene tisztálkodnunk, mert hogy bűzlünk, mint egy gyesznyó ól. Úgyhogy felhasználjuk a csodálatos... De mondjuk a csodálatos, de lőszerből a lőport, és ezzel sikerült tisztára csótakolni a magát Doloresnek. Igen. Nagyon jó. Beledörzsölte a bőrébe a lőport, és így elmúlt a szag. Dolores totálisan jól van. Hát, nagyon jó, ezt egyiket sem tudom adni, úgyhogy csá. Valaki nagyon szeretett volna velünk üzletet kötni, de nem bajunk, nem volt, amit ő szeretett volna. 22. nap. Ja, ezek amúgy a kislányok voltak, csak nem olvastam el. Szóval a cserkész lányok akartak bizniszelni. 22, pompás, penkék, palacsinta mellett egy újabb egészségügyi túrára, hát ahhoz egy kis kaját. Vagy vizet, vagy élelmiszert, vagy bármit. Most nem hozott semmit. De. Hozott egy kaját, akkor azt majd meg is kaphatja. Csak gondolom pont Dolores feje mögött van. Valami figyel minket. Valami van itt rajtunk kívül. Da capo. Igyekszem észben tartani majd. A nehet egy 1995-ös szám címéből vettem, és így ejtik a számban. Perplexe... Úristen, annyira nem vagyok kép. Da capo. Mark O. Remix. Annó Magnó kazettán volt meg ez a szám egy válogatásban. Úristen, már éltél akkor, amikor Magnó kazetták voltak? Azért az durva. Tényleg tudod, mire jó a Magnó, meg milyen volt ceruzával visszatekerni egy kazettát. Ma sem tudok beszélni egyébként, de ma van rá okom. Okom? Nem okom. Van rá kifogásom. Hetven nyolcas születésű vagy? Hát akkor... Úgy már értem. Na, azt mondja, hogy hol tartottunk? Igen, próbál valami minket megfigyelni vagy megenni, de nincs mivel reagálnunk rá, úgyhogy haladjunk is tovább. És így nem tartunk a felénél a kihívásnak. Azért az heavy. Mármint az heavy, hogy nincs mit ennünk, meg innunk. Itt ez a polc, ez üres. ...nek tűnik, de valójában ugye Dolores feje mögött van. Egy konzerv. Nem, már nincs. Ja igen, a szőrös jószág, akivel nem tudtunk mit kezdeni, elvitte a kajánkat, pompás. 24, az talán osztató 4-jel, úgyhogy etetés és itatás van. És hát Pancake nem volt jó fiú, mert hagyta, hogy a szőrös jószág elvigye a kaját, úgyhogy nem tudunk neki enni adni. Meg vagyunk a felével, a helyzet viszont borzasztóan rossz. Amúgy rip, nem? Hogyha meghal a kutya? Igen. Bő. Jó. Hát egy kicsit hitehagyott lett Dolores. Adnak egy vizet a rádió. De a rádió vajon kell? Legközelebb... Ja igen, mert ha kétszer nem eszik, akkor itt hagynám, vagy meghal, vagy valami ilyesmi. Hagyd a rádió helyett a vizet. Hátra nem kell a rádió. Ez van annyira sok van még a végig, hogy musz... Az igen. Jó sok vizet adott. Ez szerintem lassan elég a játék végéig.
bekaphatod. Tehát elcseréltük a rádiót vízre, majd közölte velünk a nő, akivel elcseréltük, hogy amúgy hogy hallgassunk rádiót sűrűn, ha tudni akarjuk, hogy hogyan jutottunk ki innen. Köszi szépen, néni. De legalább van vízünk? Nem kell. Nem! Úgy. Megjöttek a dokik, akik vizet kérnek, pont a legjobbkor, mert hogy most van egy csomó. Ugye ők azok, akik így időnként visszajönnek és meggyógyítanak, ha úgy alakul. Aki adhatna már egy kis kaját. Egy üveg nagyjából tiszta vizet adtunk nekik. Úgyis, hogy az, ami legközelebb áll a hidrogénperoxidhoz, amit kértek. Nagyon hálásak voltak. Jó. Megjött a csöves csávó, Jim. Aki követ árul. Úgyhogy veszünk tőle egy kis követ. Aminek már nem tudom mi a lényege. De azt hiszem ő is utána hoz valamit, vagy... Vagy a szerencsehozók hoz szerencsét, vagy valami ilyesmi van. Ide adja a legszebb kövét, ha jól emlékszem, ugye ő a helyi... Helyi hajléktalan, aki egyébként jókedély. Jó, így áll, drága Dolores. Enni még ne egy ilyen, majd ha éhez a kibírod. Együnk egy kis gombát a falról, mi baj lehet? Minőségi, zöld, világító gomba, semmi gond nem lehet belőle. A kutya közel úgy néz ki, mint Sajó a Jamie és a Csodalámpa című mesében, csak a sapka hiányzik róla. Biztos, hogy láttam gyerekkoromban azt a mesét, de egyszerűen nem jut eszembe. Majd amúgy azt hiszem pont ez a kihívás ad rá valami skint. Nem tudom, máshogy néz ki, de nem tudom mi a skin is amúgy. Kis palacsinta. Olyan cuki, hogy így csóválja. Jó kutya. Úgy. Ül. Gyakorlatilag egy kutyas úttogó vagyok. Hát finom volt. Az aggodalmunk, hogy hát, hogy világítanak a sötétben, annyira nem számítottak. És hogy nem volt annyira fontos, vagy nem okoztak gondot. Vagy bármilyen mondat, ami ide illik, azt helyezzétek be. Na, 29. nap, még mindig minden jó. A palacsinta megint szeretne futni egy kört a romos felszínen, hát ahhoz egy kis kaját. 30. nap. Bogárító sprét hozott. Túléltünk 30 napot. Olyan, mintha falak egyre közelebb jönnének, és egyre kevesebb az ellátmányunk. De ki kell tartanunk. Jó, ez így jó. Itt egy férfi, aki... kártyázni szeretne. 70-es években készült a Sajó és Jamie, vagy mármint, hogy a Sajó a... mármint, hogy a Jamie és a Csodalámpa című film. Összerakok két kerek egész mondatot a mai nap folyamán, biztos, hogy végig fogok mondani. Tehát a 70-es években készült, és a 80-as évek közepén adta a tévé. De attól függetlenül én biztos, hogy láttam, mert a címeire emlékszem. Mondjuk kb. Ennyiben merül ki. Az emlékem erről a filmről. És ez így megint nem volt egy kerek egész mondat, de mindegy. Lesz ez még így sem. Szóval megérkezett a szerencsejátékos férfiú, aki szeretne velünk játszani. Egy két üveg vizes fogadást ajánl egy kártyajátéket cserébe. Hát majd hülye leszek két üveg vizet adni neked. Ha így kicsalod tőlem. Itt a piros, vala pirosban. Biztos, hogy csal. Van két üveg. Most mit csináltam volna még két üveg vízzel? Borzasztó szokás a szerencsejáték, úgyhogy mi ezt nem űzzük. Pláne így az a poszt-apokaliptikus világban. Ami nagyobb gond, hogy nincs kaja.
Nagyon jó. Valaki fiába szakította a zseniális vacsoránkat. Egy kopogtatással az ajtón, majd szeretett volna lőszert venni tőlünk. Mondjuk, hogy a dáma az miért jó lőszer helyett, azt nem tudom, de egyik sincs. 32. nap. Kéne kaja valahonnan. Meg vagy hagy nagy szembácsi, segítselek, rezes bandi fülig lábnyúl. Ők voltak a Jimmy és a Csodalámpa című mesének a szereplői. De ezek a nevek is ismerősek, de lehet, hogy amúgy a köznyelv így átvette, vagy hogy úgy lett fordítva. Na jó, a stream után rá fogok nézni. És már így nagyon piszkálja a fantáziám. De igen, hát csalódottan távozott az idegen. Hát sajnos. Nem sajnos, nem tudtunk adni ilyesmi eszközöket. Ó, kajapia. Annyi vízünk van, hogy palacsintát meg is fürdethetnénk. És ez gond. Nincs kajánk, amit adjunk palacsintának. Rip. Palacsinta lelépett. Itt hagyott minket a hálátlan, mármint hogy hát annyira volt hálátlan kutya. Akkor úgy kell csinálni, de ezt már egyszer csináltuk amúgy ezt a kihívást, én erre emlékszem. Hú, kegyetlen memóriám van. Szóval, hogy... És akkor is elmondtam ezt, mert ez jutott eszembe, hogy úgy kell csinálni, hogy... Hogy meghagyunk egy kaját mindig. Ez Survival. Nem, nem ezt szerettem volna. Challenge. Survival. Hol van? Itt van. Mert még egyszer. Mehet újra a zés. A előrejelzés. És újra itt vagyunk, újra az első nap, újra az alap. Ellátmány szint. Jó, ugye ismét az, hogy 50 napot kell túléljünk. Mehet. Ez igen, az első napon már ellátmány dobott le a hadsereg, úgyhogy kimegyünk és megkeressünk. Hát, vagy meghalunk egyből és kezdhetjük előre. Itt ugye még nincs egy kockázat benne. Köszönöm Aletta. Ó, oh, már jobban állunk? Két kaja, két víz? Igen, hát volt benne két kaja, meg két víz. Röviden többen ezt foglalom. Jó, hát ugye másik nap nem kell még semmi. Nem tudunk aludni, de erre nem fogjuk felhasználni a első segélyládánkat. Ettől nagyon bajok is lesznek mi. Megőrült Dolores? Igen. Hát zseniális. Kibírt 3 napot. Jó, kezdődik. Amúgy nem írta az elején. Ja nem, ez csak a szokásos nem tudott aludni történet. Hát ha az ordibálása elég lesz arra, hogy elijessze a... posztogatókat. A harmadik napig nem kell semmi. Elhallgatott a rádió. Hát... Tekergessük addig, amíg jó nem lesz. Egy őrült nőnek nem szabad nemet mondani. Nem ment tönkre a rádió, teljesen jó. Addig tekergettük, amíg nem hallottunk semmit. Sajnos. Kezdtem jött be. Hát Dolores nincs teljes tudatállapotában. Nem tudjuk, hogy milyen szörnyekkel küzd, de hát ha hamarosan túl lesz rajta.
Na, hoztál vacsorát, jó étvágyat, Nandi. Őrült, fáradt és dehidratált. Hát ebből a dehidratáltságon tudunk segíteni. Átállt a negyedik nap. Na, most a tűzoltók bandája csapott le ránk. A változatosság kedvéért. Legalábbis annak öltöztek. Jó. Kizárjuk őket a lakattal. Jó, látom, most legalább már megosztóba a szavazás. Így legalább van értelme. Doloresből egy ilyen baba lett, vagy nem tudom. Jó, hát a kis lakatunk megállította az első támadást. Dolores már csak őrült. Milyen jó lenne a DR-re utazni. Hát majd, ha elmúlt a poszt-apokaliptikus állapot. Köszönöm tudom, na mindegy. Dolores Velociraptornak képzeli magát per pillanat. Falkában vadászik. Igen, a költözést majd megbeszéljük aztán, hogyha kiszabadultunk innen. Őrült és éhes. Valaki figyel minket. Mi lenne, ha szétvernénk egy baltával? Mondjuk egy ilyen... Ilyen helyzetben, amikor Dolores megőrült, lehet, hogy az, hogy valaki figyel minket, az csak az ő fejében létezik. Nem, most már meghalt. Bármint ami figyelt minket. Na jó, bár még lehet, hogy néhány figyelget a lyukakból. Őrült, szomjas, éhes. Vagy őrült, éhes, szomjas. Hetedik nap. Az előző szavazást a vacsora miatt késted le. Itt van helyett egy másik. Meg kellene fürdeni. Hát használjuk el erre a rovarölő sprét. Egy őrült ember simán meg tud fürdeni rovarölő sprével. Jobb, mint a dezodor. Jó, végre használt vettük a gyilkos raidnek, és most már nincs szag. Jó kis pacal pörkölt, jó étvágyat hozzá. Ha nem mondtam volna még. Őrült, éhes és dehidratált, 8. nap van, az osztható 4-el, úgyhogy jusson neki egy kis táplálék. Palacsinta pedig kimegy az első egészségügyi sétájára. Igazi, autentikus, magyaros pacal pörkölt. Legjobb. Vagyis amúgy nem tudom, nem szeretem a pacalat. Mindegy. Attól még jó az. Good job, pancake! Ó, hozott egy kis kaját. Na, tessék, hozott egy pakalosz konzervet. Annyi kajánk van. Tudom, ilyen sok kajánk még a rendes játékmódban se szokott lenni. Mint ahogy ennek a nyondatnak sem volt se eleje, se vége, de ezt ma már megszokhattuk. Palacsinta pedig azt, amit hozott, meg is eheti. Oda a pacalós konzerv. Dolores még mindig velociraptor állapotban van, hogy ez annyira nem gond egyenlőre. Jó. Mondom, jó. Palacsinta jól lakott, Dolores megőrült, továbbra is éhes. Rádió. Hallgassunk bele a rádióba. Tekergessük jobbra-balra, hát ha történik valami izgalmas. 11. nap csak még. Köszönöm, mi történik a telefonon. Úristen, ilyenkor kell az Instagramnak, hogy van jelen, hogy miket kövessek még be. Jó. Semmi, semmi és semmi. Semmit nem hallunk a rádióból, csak statikus zörejt. Hát ha legközelebb más lesz. Dolores, 11. nap, holnap lesz etetés, addig kibírja. Micsoda? Zöld pizsamás emberek kovogtatnak az ajtón. Ja, ők a vidám fiúk. Hát a vidám fiúkat szerintem nem engedjük be. Menjenek, keressék meg Sherwoodot. Mi volt ez a patkány hang amúgy? Palacsinta, jól vagy? Az a lényeg. Jó, továbbálltak.
nem vagyok hajlandó itt leállni a vidám fiúkkal balhézni. Őrült éhes és dehidratált, tehát 12. nap van, evés, hívás. Megjöttek a táncoló csótányok. Akkorák, mint egy macska. Hát, ha nem támadnak meg. Ez baj, egy hangszerünk sincs, amivel zenél tudnánk nekik. Itt is vannak. Palacsinta, fogd meg! Palacsinta nem az a fajta kutya. Rengeteg csótány mindenfelé. Megjött a fegyverkereskedő, nem tudja lőszer. De megint nem tudok neki mit adni. Jó. 14. nap. Leesett a térkép a farlakra, azt a hangot hallottam, hogy ilyen lapozás hang volt, csak nem tudtam hova tenni. Hát lehet, hogy a kis óvóhelyünkön meg van szállva gonosz szellemek által. Egy szép van mögötte. Nem emlékszünk rá, hogy telepítettük volna, úgyhogy megpróbáljuk feltörni. Ebben szokott lenni hasznos tudsz, feltéve ha nem szétverjük vagy valami ilyesmi. Na, bogárirtóspré. Ki tesz bogárirtósprét a széfbe amúgy? Jó. Biztos ez a legelső raid, ez a null szériás, vagy nem tudom. Ez ilyen műemlék amúgy. Mondjuk attól még a bogarakat lerendezik. Őrült éhes szomjas. És palacsinta is szeretne kimenni egy egészségügyi sétára. Mit hozott palacsinta? Egy kaját. Közben lerajzolt a körből a kislány. Nagyon jó, palacsinta hozott egy kaját. Ki nem emlékszik arra, hogy van egy széfje, de írta, hogy nem emlékszik rá, hogy installálták, majd hogy beépítették volna. Szóval valószínűleg a széf a házzal együtt érkezett, és már mikor megvették a házat, akkor is ott volt a széf, és már fent volt a térkép. Vagy, mivel ők fotyokék, lehet, hogy csak simán elfelejtették. Meg amúgy kitesz a széfbe bogárelősprét. Még mindig ez a kérdésem. 16. nap, etetésítatás. Mindig is akartunk egy házi állatot, de nem tudtuk el, hogy mi legyen, egy cica, kutya. Most már mindegy, mert saját csótánykolóniánk van. Hát, mi lenne, ha megkínálnánk őket a műemlék jellegű bogárirtósprével. Eltűntek a csótányok. Palacsinta, fasz a helyzet. Nagyon jó. Megnyertük a csatát, és talán az egész háborút, miután a mészállásnak vége, vagy miután a mészállás véget ért. Összekötöttük a csótányokat, és kidobtuk az ajtón. Ezzel példát statuálva a többi érkező csótánynak, hogy velünk aztán lebaszakodjanak. A deranged az mit jelent? Az az őrületnek egy magasabb foka? Dolores amúgy éhes. Meg palacsinta is. Tizennyolcadik nap, Dolores még mindig velociraptorként éli az életét. És palacsinta jól lakott. Már csak háromszor tudunk adni neki. Megint furcsa hangok jönnek, ezért Dolores végigjátsza a World of Warcraftot kártyán. Egyedül. Mert ugye a képzelő ereje gyakorlatilag határtalan. És megnyerte. Megnyerte a WoW-ot. Egyszer az első három részt. Jó, 20. napon lesz edetés és idatás, és visszatértek. Visszatértek a tűzoltók.
Huszadik nap. Legyőztük a tűzoltókat, egy őrült velociraptor a kutyájával és egy balta segítségével. Jó, Dolores, hát sajnos kezdi elveszteni az eszét. De cserébe ma kaphat enni és inni. Fegyvert ad kötszerél. Az mondjuk jó lehet, mert hogy amúgy meg kell védenünk magunkat. Jajzok megint amúgy a cserkész kislányok. Néha végig is olvasom a szöveget. Nem csak elnyomom, de csak néha. Hát egyre kopaszabb a fal. Egyre kevesebb a cuccunk, és itt csak a 21. nap van. Amúgy... Hát amúgy... Hogy mi? Hogy cserkész kislányok fegyvert árulnak? Igen, csak megváltozott a... Az áruljuk az utóbbi pár napban. Az egyik játékban volt, hogy két fickó fejbe sakkozott, az se lehetett semmi. Azt amúgy sokan tudják. Mint hogy nyilván nem az olyan átlagemberek. Majdnem azt mondtam, hogy mint én, de hogy mint az átlagemberek, mert hogy nem mindegy. Hogy így fejbe gyakorlatilag megvan a sakktábla, és egy konkrét játszmát simán le tudnak játszani. Anélkül, hogy egy bábut vagy bármit arrébb tennének, hanem csak így végig tolják. Az igazi nagy sakkmesterek így látják előre. Az mondjuk ilyen nagyon durva. Vagy például van, aki ugye mindenre is emlékszik, ami életében történt, általában ők is képesek erre, mert ugye ők sem vannak sokan. És folytassuk. Igen, szóval a... Szóval, igen, tehát elcseréltük a első segély csomagunkat a fegyverre, a cserkészlányokkal. Jó. Mi az, hogy nem evett egy ideje dolar, ezt tegnap evett, hát az nem elég neki, szegény. Mert jó lenne elmenni úszni egyet. És nem itt atom falván élni. De hát ez még csak a 22. nap. Jó, igen, tehát sokkal jobb idelent biztonságban vonatkozni, mint fent halottnak lenni. Ez egy nagy életigazság. Ugye ezt kéne kiírni egy, nem is egy, az összes óvóhelynek a belső falára. 22. nap, Palacsinta ismét túrázni szeretne, úgyhogy hadd menjen, hát hoz egy kis kaját, vagy rádiót, vagy fegyvert, vagy bármit. Nem látom, mit hozott, vizet hozott. Nem, a... Hozott egy dámatáblát. Jó, a játéknak is eszébe jutottak ugyanazok a kérdések, mint nekem, hogy ő hol találta ezt. Egyáltalán hogy tudta visszahozni. De amúgy mindegy. Az a lényeg, hogy itt van. 23. nap. Már most szerintem el vagyunk csúszva. Ja nem, még csak most lett szomlyos. Jó, akkor semmi. A dogik visszatértek. Ez a baj, kevés a vízünk. Adok nekik vizet, hát ha találunk még, mert hogyha betegek leszünk, most már nincs első segélykészletünk, és ők meg tudnak gyógyítani a vízért cserébe. Viszont így necces lesz a víz. Mondjuk hál' Istennek a palacsintának nem kell, szóval... Ebből még van. Még kettő. Egyél egyet. Palacsinta is legyen egyet. Mindenki eszik. Na most megint. Megint elfogyott az ellátmány. A felénél. Egy konzerv maradt, meg egy fél üveg víz. Nem, másfél konzerv maradt, meg egy fél üveg víz. Köszönjük, dáma, a viszontlátásra. Jó voltál, te voltál a kedvenc dámám. Soha ennyit nem foglalkoztam még a dámával. Mi történt? Gondolom Dolores megőrült.
Igen. Dolores elhagyta a bunkert. Nem tudott mit kezdeni az őrületével. Jó. Azt mondta, hogy elmegy megkeresni az apját is. Az ő nyomdokaiba akar lépni. Hát... eddig kettőből semmi. Igen, és ott hagyta a kutyát. Az előbb messzebb jutottunk. Az a baj, hogy Dolores Porsztó hamar megőrült most. És ez elég nagy baj volt. De azt nem is tudom, hogy lehet, egyáltalán ki lehet gyógyítani az őrületből. Nem nagyon sikerült még. Néha így random meggyógyulnak belőle, de... Nem tudom a módját, hogy hogy lehet meggyógyítani őket az őrületből. Három a magyar igazság, harmadjára sikerülni fog, én érzem. Újra itt. Első nap. Megjöttek az őrült lovasok, akik ugye gyalog vannak, de őrültek. És keresik a Szent Grált. Megmutatjuk nekik a térképen, hogy hol van. Hagytak itt valamit? Egy szájharmonikát, az jó, mert ugye lehet rendkívül szomorú dalokat játszani a ránk törő osztogatóknak. Jó, igen, próbálunk nyugton maradni és normálisan viselkedni, hát a segítség jön hamar. Bár ugye 3 nappal ezelőtt két oldallal visszább le volt írva, hogy 50 nappal múlva jön pontosan a segítség, úgyhogy... De bízunk benne, hogy hát a hamarabb jön. Bármint, mivel ez egy kihívás, biztos, hogy nem. Most már a 3. napon megtámadtak minket a gonosz öregasszonyok. Az igen, elsült a széklába a néninél. És szétlőtt a lakatunkat. De hál' Istennek megijedtek egy leeső lakattól. Drága szenilis öregasszonyok, 4. nap. Hívás. Mi? Egy szörnyű, szőrös nyúl bestia támadt ránk a csövekből. Úgyhogy eltesszük láb alól a mutáns nyulat. Gömön ő tenne el minket. Megmentettük a konzerveinket. Még mindig mi vagyunk az élelmiszer... Élelmiszer? Mi vagyunk a top ragadozók. Élelmiszerlánc csúcsán, igen, mi vagyunk a legnagyobb Tesco. Ezt akartam mondani. 5. nap, Dolores rendben van, mehetünk tovább. Furcsa zajok jönnek, úgyhogy mehet a patience party. A baseball kártyákkal. Továbbra is. Nagyszerű, Dolores ismét megnyerte a Paciencia bajnokságot, amiben ő volt az egyetlen induló. De ez semmit nem kisebbít ennek az értékéből. Dolores éhes, de mivel csak a 6. nap van, még nem használjuk el. Valami megint néz. Minket, hát megmutatjuk, hogy ki itt az alfa ragadozó. És ő mindig túlélte a balta. Ez már a 2. jószág, amit egy hét alatt agyonvertünk. Lehet jobb lett volna az öregekre és a baltával rámenni, és soha többet nem jöttek volna vissza. Nem, 8. nap.
fürdés a bogáriasztóval, vagy raiddel, vagy mivel. 8. nap evés, ívás. Jó, ez is jobb, mint a semmi. Fürdés ügyileg. Palacsinta pedig szeretne egyet szaladgálni, úgyhogy hátra hoz kaját, vagy vizet. Bármelyiket. A kettő kéne. Cserébe Palacsinta hozott egy lakatot. Az is jó, mert ezzel még egyszer ki tudjuk zárni az őrült öregasszonyokat majd, ha jönnek újra támadni. 9. nap, a semmi, Palacsinta megkapja a jussát. És reméljük, hogy legközelebb hoz kaját magának, meg nekem, vagy nem tudom, vagy Doloresnek. Vagy valakivel tudunk üzletelni majd. Mert az utolsó konzervünk és az utolsó vízünket fogadjuk, fogyasztjuk. Hát, csavargassuk a rádiót, hát ha bejön a Darubius, aminek 10 éve legalább már nincs frekvenciája, de addig csavargattuk, amíg tönkre nem ment. Ez nem sikerült túl jól. A technológia olyan gyorsan változik manapság. Amúgy is kinek kell rádió. Hát ha nem kell amúgy a játék végéhez. Jó, hát megint jött a üzletember. Ami lehet meg kellett volna tartani a lőszer, de alapból nem volt, úgyhogy... És miért találom? Csalódottan távozott a lőszerkereskedő, mert nem volt mit adni neki. Megjött Jim, a helyi hajléktala. Megvettük tőle a legszebb kövét szerintem. Így van. Az első ingyen volt, szóval nem is vettük, hanem csak a mintakövet vettük meg. Kaptuk meg igazából. Hát ott tényleg hossz szerencsét. Megint jön valami zaj. Rámegyünk erre is. Csak már lenne valami kaja belőle. Egy komplett ökoszisztémát kiirtottunk ezzel a baltával, csak kaja nem lesz belőle. Pa-pa-pam! Megint itt a... mindegy, most inkább... elhasználjuk. Megint nem tud aludni Dolores. Tanulva az előző körből, ahogy nem használtuk el. Inkább akkor kösse be a fejét, vagy nem tudom, csak aludjon. Nem hiányzik, hogy megőrüljön. Bár nem tudom, hogy kiettük belőle, mit tudom én, az altatót, valamit azért miért megy tönkre. Hogy volt benne egy csomag altató. Vagy most... akkor... szóval, hogy a kötszer része meg a többi az ilyen, akkor miért megy tönkre? Mindegy. Na, Palacsinta ismét elhagyja a óvóhelyet egy felderítő túráért. 16. nap. Hát... hozott egy vizet. Az jó. Csak jobb lett volna, ha kaját hoz. Nyissuk ki, úgyis szarul állunk, valaki kopog az ajtón. 17. nap, nem haltunk meg. Tudom, mi történt. Ez igen, valaki elkezdett ránk lövöldözni. Ez nem segített. Ja, hogy megsérült Dolores, pompás. Valaki karmolásza az ajtót. Nem, a baltát nem használjuk el, az azt tönkre szokott venni, úgyhogy megint lelakatoljuk. Ha már Palacsinta hozott nekünk egy lakatot. Jó. Elmenekültek, ahogy leesett a lakat. 18. nap, Palacsintának nem jut kaja, ez gond.
Igen, hát sajnos palacsinta éhezik. Meg lassan mi is. Holnap lesz az utolsó. Nyissuk ki a szabadság nevében. Úgy sincs itt semmi. 20. nap. A szabadság nevében, nem tudom mi történt, adtak egy fegyvert. Ez egy csoport felfegyverkezett tinédzser volt, valószínűleg középiskolás tanulók. Csak barátságosak voltak, és azt szerették volna tudni, hogy nem láttunk vöröseket a közelben. Nem segíthettünk nekik, mert nem találkoztunk ilyenekkel. Amikor megtudták, hogy nincsen fegyverünk, kisegítettek egy tartalék fegyverrel. Ők voltak a Wolverine-ek. Ami ugye magyar fordításban farkasokat jelent. Kedves Marvel Hungary, vagy nem tudom, kifordította a Wolverine-t először farkasnak. De akkor maradjunk ennél. Már a rozsomák az búz is. Vagy nem, vagy pont fordít. Jó, hát már csak 30 napot kell túléljünk, úgyhogy nincs se kajánk, se vízünk. Ami nem is volt szomjas. Ó, hát akkor ihat szokottak mindig. Visszatért Jim. Egy nagy üveg vízzel. Aha, szóval... Akkor vizet hoz Jim. Elfogadjuk a kövét. Nem ismert az országban a rozsomák. De nem is lett vízünk amúgy, haló. Ja, hogy... Ó, de hülye vagyok. Mi lenne a vég, olvasnám is, nem pötyögtetném csak így tovább. Tehát ilyenkor az van, hogy Jim hoz egy nagy vödör vizet, amiből iszik az összes karakter, aki itthon van, és egy darabig nem lesznek szomjasok. Ezért én töltöttem belük vizet. És hogy Dolores, mert csak egyedül van. Ennyi, elfogyott a kaja. Énekeljünk. Hófehérke dalokat. Erre bejönnek a csótányok, ha jól emlékszem. Így van. Megjöttek a csótányok. De most ezek a baráti csótányok. Néhány percnyi zenélés után egy csomó mutáns csótány ugrott elő, és a ritmusra elkezdtek mozogni. Agóniában szenved. Doloresünk. Meg éhes. Palacsinta hoz kaját. Mondjuk az a baj, hogyha hoz kaját, azt meg kell tettünk palacsintával. Hát nem hozott kaját. Cserébe hozott egy kézikönyvet. Együk meg a gombákat a falon. Úgy sincs sok más. Mutáns lett, vagy nem lett mutáns? Nem lett mutáns, és nem lett beteg sem. Teljesen jó, ezek jó gombák voltak. Vagy de. Dehidratált lett. Akkor kihányta magát. Jó, még mindig velünk vannak a csótánykák, úgyhogy játszunk nekik valami szívhez szóló dal. És vége. Dolores meghalt. Elvitte a... Hányás vagy, nem tudom. Lesznek animált emótok a Twitchen. Az heavy. De cserébe hoztak kaját meg fiát. Hát megint palacsinta nyert. Ez nehéz az a kihívás amúgy. Igazából annyira rá vagyunk szorítva arra a random faktorra. Hogy de nagyon. Rosszkor láttam, hogy azt írtad, hogy most. Hát amúgy a többi se jobb amúgy. A többi se egyszerű. Ezek nehezek. Meg nagyon jól kell, hogy kijöjjön.
mert itt az elején egy-két döntést meg lehet tanulni, hogy mi hogy segít, de igazából a többi az ugye a random. Az RNG istenektől függ. Le lett zárva az előző. Na, köszönöm. Nem is kérdeztem semmit. Na, és újra itt vagyunk az első napon. Mehet minden tovább. Itt vannak a mutáns óriás pókok. Szép munka lett. Köszönöm. Legyőztük a mutáns pókokat, ilyenkor szokott esni egy valami. Most egy víz volt. ...404 mutáns póka töltünk meg. És találtunk egy üveg vízet. Megint megjöttek az őrültek. Akik a Szent Grált keret... Mármint, hogy a Szent küldetésen vannak. ...404 pók not found. Igen, valószínűleg ezért volt a pontosan 404 legyilkolt pók. Ó, adtak egy könyvet a... őrült lovagok. Cserébe, hogy megmutattuk, hogy hova menjenek. Ja, megvan a tégla, ami mögött a mutáns döglött csótány... csótány? Patkány lesz. Aki belehalt a konzervbe. És nem. Ez most egy gyík volt. Ami kiugrott és szana szétszaladt, és mielőtt elkaphattuk volna, összetörte a rádiónkat. Pompás. Pedig ez ritkán szokott megtörténni. Megérkeztek az öregasszonyok. Pa-pa-pam. Ja nem, ez a sor jött mindig. Legyőztük az öregasszonyokat egy zárható lakattal. Micsoda? Némi segítséget kér tőlünk egy csoport túlélő. Miből van? Semmiből nincs sok. Én nem tudom, hogy ők miben tudnak segíteni később. Hát kaját ugye biztos nem adunk nekik. Odaadjuk nekik a első segélyt. Hát adnak cserébe kaját, piát vagy valamit. Már ugye csórók voltak, azért kértek tőlünk, de minden. Hát könnyek között megköszönték az első segélycsomagot, és továbbálltak. Na, tessék, egyből bejött az, hogy nem tud aludni a másnap, mikor odaadtuk az első segélycsomagot. Dolores szarul néz ki. Egy hét alatt. Nem csak fáradt, az mondjuk annyira nem gond. Megint a zajok, jöhet a pasziensz verseny. Hát Dolores fáradtságában sajnos csak a dobogóra elegendő harmadik helyet sikerült megszereznie a pasziensz versenyen, pedig csak egyedül indult rajta, meg a két képzeletbeli barátja, de így is sikerült legalább a bronzérmet megszerezni, ami egy korty víz. Vagyis, hogy ennek a díja. Ja, Palacsinta elmegy, hoz valami cuccot. Pa-pa-pa-pam. Ah, hozott egy erőládát. Na, még nem is állunk rosszul. Mondjuk jól sem. Mi volt ez a hang? Vagy ezt csak én hallottam? Már eltelt 10 nap. Pap, pap. Újjúj, elkezdtem az utolsó konzervet. Ja, nem odaadtam palacsintára. Nézzük meg a kis bőröndöt, amit itt hagytak az ajtóba. Hát van benne valami. És nem instant hasmenés.
Na, volt benne egy kaja. Nagyszerű. Köszönjük szépen, idegen. Nem fürödtünk, úgyhogy gázmaszkban fogunk tovább élni. Egy jó ideje, mert a borzasztó testszaga van Doloresnek. Hogy ezen mit segít a gázmaszk? Jó. Felvette a gázmaszkot, az csá. Jöhet a gombávés. De jó, mert a gázmaszk nem ment tökre ettől. Úgyhogy lehet, hogy legközelebb is azt kell csinálni. Ez mi volt ez a hang? Láttam, a gomba nem ölt meg most sem. Nem. Azt írta, hogy nem a barátunk a gomba. De nem lett bajunk tőle. Rámegyünk a krokodilra a óvóhely alatt. Azt hiszem, az szokott lenni a nagy lyukba. Vagy a csatorna felül alatt. Semmi nem volt. A hang is elmúlt. 14. nap, már csak elmehetnénk innen. Ha kell esetleg tartalék módja, akkor küldök fényképes a néletrajzot. Rendben. A jenci90@gmail.com-ra kérem. Fizetésigényelés, mit tudom én, referencia munkákkal. Köszönöm. Jó, amíg itt lent biztonságban vagyunk, addig itt maradunk, éjjel szomjas, az nem gond, palacsinta pedig szeretne futni egy kört a lepusztult szomszédságban. Jaj! Ah, még pészkelődni sem. Jó. Szerintem a Streamlabs is moderátornak számít. Bár nem vagyok benne biztos, én visszagörgetek. Nem, a Streamlabs az csak hitelesített. Pedig szokott lenni előtte a moderátor logó, na mindegy. Szép munka, palacsinta! Hoztál magadnak kaját! Dehidratált és éhes lett Dolores, úgyhogy megetetjük. Megjöttek a vidám fiúk. Hát, engedjük be őket amúgy. Eddig sosem engedtük be őket. Lássa Jenci a motivációt, mindenki moderátor akar lenni. Nem rabolt, vagy hát ugye még nem, biztos nem rabolt, aki nem öltek meg. Hoztak nekünk egy rádiót. Jó. Palacsinta étkezése. Nem túl jó a fizu. Hát, amíg nincs mit megosztani, eddig nem túl jó a fizu, srácok. Jó. Jól lakott palacsinta, még megette a konzervnak a dobozát is. 18-ig nem dolog lesz, meg jól van. Valami megtámadott. Szétverjük a... csodálatos baltával. Ami... hát... ennyit bírt. Elmenekültek azok a... gyáva nyula. Jó. Nem állunk jól. Kitüntetett úrnak érzem magam mostani pozíciómban. Ez a legjobb. Kedves skizofrén kazán. Amíg jól érzed magad, a jelenlegi pozíciódban az a jó. 19, ez nem osztható, 4-jel belehallgatunk a rádióba, hát ha
valaki mond valamit, tuti tippet, hogy honnan lehet a kaját és vizet szerezni. Adott pár tippet, hogy hogyan tudnánk könnyebben túlélni a következő expedíciót. Milyen jó, hogy van ilyen, hogy ebben a kihívásban nem mehetünk expedícióra. De letelt megint a 20 nap. Dehidratált, amúgy adhatunk neki enni is. Mondjuk ennyi volt, következően palacsintáj. Megint jön a zöld takonya csövegből. Amire ugye van egy külön fejezet a cserkészek kézikönyvében. És tényleg ott van a fejemedet látszik, ott a kis holder. Nagyszerű, elhárítottuk a csöpögést. Nekünk kaja kéne. Az pedig... hát... a passziánsz versenynek vége. Becsüréljük a kártyánkat a kajára. Most már két adag kaja van. Dolores mindig nem éhes, meg nem szomjas. Palacsinta pedig kimegy. Fosztogatni. Lefosztogatja a szomszédságot. Az ott lőszert! Dolores szomjas. Jó, álmodozunk itt. Nagy nyugalmunkban és ráérőségünkben. 24. nap. Pergetjük az időt előre. Éhes szomjas. Jó, palacsinta is kap enni. És el is fogyott a kajánk ezzel a lendülettel. Valaki veri az ajtót. Dolores hivatalosan is szarul néz már ki. Nagyon jó. Micsoda, egy büdös, vagy egy szagló emberbe futottunk a legutóbbi expedíciónkon, ami ugye nem történt meg. Összetépett ruhában volt. Ő pedig megint a Jim volt. A csöves. Elfogadjuk tőle a követ. Hát hozz megint majd vizet. Imádjuk a köveket. Mary Jane-nek régen volt egy csomó ásványa is köve. Mondjuk Mary Jane már a múlté, de se baj. Ez nem tudom nek miért számom. Becserélni a... EU csomagot egy dámára. Ezt inkább kihagyjuk. 27. nap, túl vagyunk a felén. És már jöhetne valami áldás. Valahonnan. Kártyát ajánl lőszerért, vagy fegyvert ajánl előért? Hát a fegyver amúgy kell, mert elfogytunk. Minden nemű cuccban, mivel meg tudjuk védeni magunkat. Valaki állandóan jön amúgy, a negyedik nap folyamatosan jön valaki. Megint a kis cserkészekkel bizniszeltük a fegyvert amúgy. Pam, pam. Ó, visszahozta... És hogy visszajött Jim. Egy nagy üveg friss vízzel. Jó, akkor megvolt az ingyenivás. 29. nap. Dolores kezd megéhezni. Palacsinta pedig hátahoz egy kis kaját. Mert kéne, hogy meg tudjuk etetni palacsintát. 30. nap. Egyszer már jutottunk eddig, én úgy emlékszem. Hozott egy vizet. Ez már szomjas, hát most ivott. Vizet ajánl bármiért. Nekem kaja kell. 31. nap. Még egy 3
Kaja biztos kell, 50. napig. Jó, akkor egyél így áll. Valaki kopogtat. Most amúgy azt fura már ilyen 31. napon, hogy meglepődik azon, hogy valaki kopogtat, hogy hogy a fenébe élhetett túl egy nukleáris robbanást. Hogy... ugye az utóbbi 10 napban legalább 30 emberrel találkoztunk. Vagy csak nem tudom, mit kezdeni így meglepődni. Mindegy. Na hát, találtunk egy kis betegséget odakint. Meg két vizet. Annyira jó. Hát palacsinta most nem kap enni, mert nincs miből. 33. nap. A helyzet fokozódik. Éhes, szomjas, beteg és minden más baja is van. Visszatértek a tűzoltók, most jól lelevöldözzük őket. Ezért cseréltem el a előcsomagot. 34. nap. Hát, tönkre ment a fegyver a harcban. Néhány lövéstől elmenekültek. Sajnos fegyver bekrepált. Most már minden baj van Doloresnek, de még nagyon sokat ki kéne tartani. Bekrepált, igen. Őrült tűzoltóknak a vezetője bekrepál. Amúgy. Jó, hát rámegyünk a cserkész kézikönyvvel a csótány invázióra. Már csak 15 nap lenne. Nem fogjuk túlélni most. Valaki nem hoz kaját, hogy valamit meg fogunk halni. Jó. Elintéztük a csótány problémát. Evés, ivás. Ó, megérkezett a vadásznő, aki egy óriás pókra vadászik, csak elfogyott a lőszere. Ő már nem tudom mit ad, úgyhogy ne kedjük a lőszert, mert a fegyverünk úgy sincs, amivel kilőjük. 36. nap. Jó, tovább állt. Ez amik nem vagyunk előri. Palacsinta ki szeretne menni, hát a kaját találna. Az annyira jó lenne, hogy legalább megetessük palacsinkát. Hát nem kaját talált, hanem előcsomagot. Ezt így beadagoljuk. Belehallgatunk a rádióba. 38. nap. Kaja, valaki adjon már kaját. Nem kell. Megjött az Astro Citizeneknek az ügynöke. De ő azt hiszem annyit szokott mondani csak. Vagy annyit ajánl, vagy a kajáért, vagy a piáért annyit mond meg, hogy létezik az USA-nak egy... űrközpontja. Mindegy igazából... Vagy nem mind. Nem egy három, hát amúgy két vízzel amúgy kihúznánk már a végéig, csak nem fog kaját adni. Mert is adott volna, és hamarosan éhes lesz palacsinta, és tenne rip. Igen, egy működő űrállomása van. Ez azért kár volt. Elfogyott a kajánk. Tudjuk, hogy egy helyi tanár a helyi iskolából megmentett néhány kölyköt. Vagyis, hogy összegyűjtött néhány gyereket, nem messze tőlünk.
ahol nagyjából biztonságban vannak, és használják a dolgokat, amiket van. Hát... menjünk, raboljunk egy rakás gyereket. Az mindig olyan szívmelegítő. Hát ott van, ennyi kajával meg kihúzzuk a végéig. Kész, kapták, kiraboltunk egy rakás gyereket, csak azért, hogy mi túléljünk. Megérte, ennyit megért. Jó. Na, hát ez nagyon jó. Palacsinta, jó étvágyat! Mit élek el? Köszönöm. Jó. Hát gyakorlatilag most ezt a 9 napot már csak végig kell nyomkodni, anélkül, hogy éhen és szomjan halnánk. Azonban nincs fegyverünk, mi? Még palacsinták szerintem kell egy kaja. Hát amúgy adhatunk neki egy kaját. Az énekes, táncos, előadó művésznek. Hát ad cserébe valamit. Harmonika is jó lenne. Hát nem adott harmonikát. Adott egy rádiót. Jó. Patkányok, ne vidd el a kaját, patkány! El fogja vinni a kaját, a patkány. Erre nem számoltam. Elvitt egy kaját, a patkány. Igen. Ojjaj. Dehidratált. De amúgy, most adtunk enni palacsintának. Szóval, most a következő nem fog elmenni. És már csak 7 nap van hátra. 44. nap. Palacsinta hozott egy kaját. Szép munka. Akkor meg is etethetjük Dolores-t. Nagyon jó. Dogik nem kapnak vizet. Csá. 45. nap. Az a baj, hogy nem tudjuk megvédeni magunkat, hogyha valaki meg akar minket rabolni. Teljesen jó. Lőszerkereskedő. 46. nap. Úristen, már izgulok. Jó, ugye nem akartunk üzletelni. Egyél, így áll egyet, Dolores, mi baj lehet? Ez ki ez? Ja, a water chip-es csávú. Neki ugye tök mindegy, hogy adunk-e inni, vagy nem adunk inni. Ő úgysem mond semmi általánosat. Nem tudtuk elmagyarázni, hogy mi az a water chip, vagyis nem tudta elmagyarázni nekünk. Igen, ettől féltem. Vajon palacsinta megvéde minket? Vagy bebukjuk itt a 48. napon? Bebukjuk. Igen, palacsinta megvédett minket, amúgy csak elment. Elüldözte őket, de azóta nem láttuk palacsintát. Két nap kellett volna. Két nap. De ezek szerint akkor erre is készülni kell, hogy a legvégén még egyszer visszajönnek. Menjünk neki ötödjére is.
Igen, amúgy az jó kör volt. Nem, már négyszer voltunk. A harmadik volt a három magyar igazság, ami hamar véget ért, és ez volt a negyedik. Jó, nézzük meg, úgy sem tudok mit játszani ezzel a bal kezemmel. Nem ezt akartam. Megpróbáljuk még egyszer, hát van. Egy Bordered Collie skin lenne egyébként a nyereményünk. Mert az utolsó utáni előrejelzés. Bla bla bla. Első nap. A legelső nap. Már nem tud aludni Dolores. Jó, kezdődik. Jó, hát tudom én vigyed háthoz majd palacsinta. Az 5 perc sok lesz. Lehet. Ne! Nem. Ahogy. Tekergessük a rádiót! Hát ha... Pá-pá-pám. Semmi nem jött ki belőle. Csak a statikus zaj. Doloresnek adtunk enni. Jó, megjöttek a simán emberek. Ó, a néhai szomszédjainkból lettek a osztogatók. Biztos bosszút állnak a gyerekek kirablásáért. Pedig az egy másik dimenzióban történt. Lenyúlt a sútyomba a kaját. Jó, túléltünk. Akkor most egy hónapig nem fog kapni Dolores enni. Valami jön a csövekből, nagyszerű. Most nincs is, amivel elhárítjuk. Hát ez nem lesz egy sikeres kör. De túlélt a gázmaszk. Jó. Hatodik nap. Na jó lett volna, nem érnek kirabolni még egyszer. Találtunk egy titkos ajtót, de nem tudunk lemenni, már se fegyverünk, se zseblámpánk. És nem tudjuk megnézni. Úgyhogy a titkos ajtó zárva marad. Na jó, megint a Pasiens városi világbajnokság. Most ismét megnyerte Dolores. Palacsinta kimegy. Palacsinta visszatért egy kajával. Igen. Pompás. Palacsinta jól lakik. És el is értünk a tizedik naphoz. Ó, köszönöm szépen bárkinek, aki igenre szavazott. Nem tudtuk becserélni a üzletemberrel a lőszerünket semmire, vagyis hogy nem tudom ki lőszert adni igazából. Mert hogy nincs lőszerünk. Jó, hát ugye nem sikerült üzletet kötni.
Együnk gombát a falról, eddig mindig bejött. És most nem lett belőle baj. Ízletesek voltak a gombák. Kihoztad 50-50-re? Hát, az ugye azt jelenti, hogy feleződik a vetett pont, azt hiszem. Vagy maximum kétszerezős lesz, nem tudom. Kinyitni a szabadság nevében. Nincs fegyverünk, hát adnak. Nem haltunk meg, de nem is kaptunk fegyvert, kaptunk vizet. Néhány helyi tinédzser volt, sötét arca, hogy mind itt halunk, eljött a világ vége. Megkérdezték, hogy nem-e tartozunk a vörösek közé, és hát mint kiderült, mi soha nem szurkoltunk a Red Sox-nak, úgyhogy azt mondtuk, hogy nem. Adtak nekünk két üveg vizet. És ne aggódjunk, mert hogy itt vannak a Wolverine-ek. Na jó. Dehidratáció állt be, de mivel kaptunk egy rakás vizet, ezért lehet inni. Leesett a térkép a falról, lehet, hogy megint szellemek járnak, hívjuk a Ghostbusters-t, hát ha. Oh. És a fal mögött egy szájharmonika volt. Ez amúgy jól jöhet. Megjöttek a galopozó őrült lovagok. Megmutatjuk nekik a térképet ismét. Cserébe adtak egy fegyvert. Hát, be vagyunk szerelkezett teljesen. Palacsinta kimegy. Hoz nekünk egy kis kaját remélhetőleg, vagy fájdalomcsillapítót a karomra. Vizet hozott. Akkor evés-ivás következik. Mutánsok támadják a készleteinket. Úgyhogy baltával az ősi módszer szerint rájuk megyünk. Túlélte a balta, túlélte a kaja. Nagyon jó. Ehe, a lánccsillapító kint van. Vagy ha megvered a stream végét, akkor piszek be. Éhezik Dolores, hát most adtam neki enni. Haló. Visszatértek a gonosz szomszédok. Gyilkos bogár ölő sprével létrehozott lángszóróval támadunk rájuk. Ez igen, Nándor. Jó, sok lóvé van. Csak így ki tudsz emelni így üzeneteket. Jó megy. Elmúlt a gyilkos ösztönük. Palacsinta jó étvágyat. Hát ki mivel tud flexálni amúgy most. Palacsinta jól lakott, el is fogyott a kajánk. Jön valami hang. Megnézzük a csatorna felél alatt mi történik. 20. nap, már csak 30 nap van hátra. Semmi nem történt. Jó, akkor ezek szerint a fegyverrel megyünk le, akkor nincs ott semmi. Megjött a bőrön. Mi van a bőrönben? Egy kis ló, pikola. A bőrön csak egy bőrön volt.
Egy... Ja, nem. Csak egy bőrön volt. Gyakorlatilag. Szerette volna Dolores, hogyha virág, vagy csoki, vagy ilyesmi van benne, de ez csak egy bőrön volt. Oh, na most az öregeket, öreg otthonát fogjuk kirabolni. Mehet. A szomszédság fosztogatói, a Dolores és Palacsinta. Ott van a vörös tenyér a falon. Kész, kapták. Hoztunk 4 kaját. Jó. Palacsinta tovább folytatná a kalandozásait, hát a kirabol még valakit. Talált egy vizet? Jó kutya? Igen, jól számoltam. Hát még visszament Palacsinta az öregekhez, és még egy vizet ellopott. Na jó, hát még a csótányokkal is összehavárkodhatunk. Meg is hoznak még egy kis ellátmányt. Meg hófehérkezzük a csótányokat. Kész állatkert van már itt. Jó. Tovább játszunk a csótányoknak. Akik eltűntek és hoztak nekünk kaját. Nagyon jó. Csótány barátaink is megetettek és itattak. Jó, senki nem megy sehova, 25 nap, pont a felénél járunk. Dick a végén még meg lesz, írta Aletta. Sokkal ide lent biztonságban, mint fent holtan lenni. Ez is lehetne az egyik óvóhelynek a szlogene, a... Mit tudom én, a... Megóvó 4000-nek ez lenne a reklám szlogenje. Jó. Palacsinta jó étvágyat. Szerintem nem tudsz elvenni amúgy pontokat. Csatorna pontot nem lehet így nullázni. Vagy nem tudom a bannolással esetleg, de szerintem az sem. Maximum az ilyen végleges ban. De azt szerintem csak én tudok adni. Easy boy! Ne add meg a konzervdobozt. Ja, hogy a szavaz... Ja, hát a szavazásnál lehetsz, vehetsz el pontokat, de ugye, mint említette a kolléga pár sorral ezelőtt, hogy már csak a 100k felett lévő pontjaival szórakozik. Dolores, nagyon jól van. Astro Citizenek? Nem. Nem vagyok kíváncsi rá, hogy űrállomás van a fejünk fölött. 28. nap. Kettő, három... De várj, hogy csak egy kicsit. Hát mondjuk még nem tudom hányszor kell Palacsintát megetetni. Nézzük meg a lyukat, meg a szagot, hát ha kaja van benne, és nem a gyík. Hát a gyík volt megint. Se baj. Palacsinta ki. Még pár pillanatban visszatunk verni 2 támadást is. Palacsinta nem talált semmit. Ilyen sem volt még a mai este folyamán. Egyre büdösebb a szemét, és egyre több a csótány. Tehát már egyszer összehavárkodtunk a csótányokkal. Most ezek a gonosz csótányok. Visszatértek a gonosz csótányok. De fura ez.
Visszajöttek. Visszajöttek a bűnözők, a rossz emberek, vagy a öregek otthonából. Összeszedték a bátorságot és jöttek bosszú után. De nem sikerült neki. Gyakorlatilag egy töltetlen puskával sikerült visszaverni a támadást. Ó, miért ne menjünk rá a gyerekekre is? Hát azokat is fosszuk ki. A lepusztult szomszédság fosztogatói Palacsinta és Dolores. Nagyon jó, a gyerekektől elvettünk egy kis fegyvert. Csak azért, mert lőfegyver gyerek kezében nem való, ez gyakorlatilag ilyen nevelő célzattal volt. Aztán, hogy majd a gyilkos mutánsokkal és az őrült fosztogatókkal hogy bánnak el, az az ő dolg. Palacsinta ismét jól lakott. Hát, basszunk oda a csótányoknak a fegyverrel. Csak hogy tudják, hogy hol a helyük, ez az. A csótányok is félnek a töltetlen fegyverektől. Újra az emberiség a domináns faj a bolygón. Hát legalábbis ennek a bolygónak ezen a kis szegletén. Yeah. Megérte a kékruhás vízcsipes csávó. Ő sem kap vizet. Jó, 14 nap van még hátra. Nem. De. Palacsinta megint szaladna egy kört. 37. nap. Palacsinta talált egy dálmatáblát. Szóval a kajával most már szűkösen leszünk. Hogy még egyszer megetetjük palacsintát, akkor hát a kibírja. Hát ez egyik sincs. Jó, nem tudtunk bizniszelni, nem kell senkinek semmi. Nincs lőszerünk. Pedig jött a pókvadász néni. Tovább állt a pókvadász néni. Menjünk el halászni, mit jellegel engem. 40. nap. Kis tóból egy bőrön segítségével sikerült fogni egy bogárirtó sprét. Dolores éhes, és akkor így kibír, és 10 nap alatt maximum kétszer fog kérni. Mi? Szóval maximum kétszer fog kérni kaját. És abból egyszer tudunk neki adni, akkor másokat meg kibírja. Amúgy beteg lett Dolores, hogy miért van? Nem lett beteg. Akkor nem csinálunk a bogárirtó spréből ezért gyógyszert. Jó. Nem kell, az még jól állt a csótányok ellen. Vagy megvédeni magunkat. Nem csinálunk a méregből gyógyszert. Palacsinta jó étvágya. Oszd be, mert a héten ez utcsó. Jó volt ez a hang. Soha nem derül ki. Palacsinta jól lakott. Most már majd még meg is tudjuk fürdetni a végén. Ja, jött egy énekes. Adunk neki inni, ő meg ad cserébe egy rádiót. Így van. Jó, hát... Ó, még palacsint egyszer kimegy. Hát, ha hoz egy kis kaját.
valaki kopogtat a 44. napon. Pacsint hozott egy kaját. Dolores eszik, iszik. Megjött Jim, aki követ árul. Neki kinyitjuk. 45. nap. Így van, megvesszük a legszebb és legingyenesebb követ Jimtől. Hát ahhoz még cserébe egy kis vizet is. Nem kell egyik sem. Igazából. Van annyi cuccunk, amivel meg tudjuk védeni magunkat, hogy nem kell. 46. nap. Kezdek izgulni. Ja igen, megint a kis cserkészek próbáltak bizniszelni. Jó, visszatértek a guberálók. Basszunk oda a fegyverrel. 47. nap. Tető fokára hág az izgalom. Hát igen. Köszönöm, hogy hisztek benne. Néhány lövés lőszer nélkül elijesztette ezeket a gyáva kutyákat. Így áll egyél egyet, Dolores. Vizet ad... nem kell nekem víz. Erre a 3 napra már. Ez az én ninja utam. Igen, nem üzleteltünk senkivel. Semmit, 48. nem? Micsoda? Ja, hogy be tudnánk törni a szomszédhoz. Nem akarok én már betörni a szomszédhoz. 49. nap. Jó, nem vagyunk banditák, mondjuk ezt így kijelenteni azon, hogy kiraboltuk az öregeket, meg a gyerekeket, és hogy már nem raboltuk ki a szomszédokat, ezt így mindegy. Egyél, így áll. 49. nap. Palacsinta is egyen. 50. nap. Ott van! Ott van! Megjöttek a katonák. Az egy másik kor volt. Igen, arra nem emlékszem. The end. Palacsinta jól lakott. Túléltük. Yeah! Elsőre. Köszönöm szépen. Köszi. Hatodjára vagy az ötjére. Megmentenek minket. Egy holnap reményében. Talán egy olyan helyre kerülünk, ahol már az asztalon van kávé is. Nem csak ilyen kaja, mármint hogy... konzerv, normális kaja van. És hátra van egy kis puha párnájuk és néhány játékuk. Hogyan is élhettük túl nélkül? Megvan! De ugyanúgy néz ki amúgy, halló. De az a skin, az ugyanaz. Pa-pa-pa-pam! Megérte, megküzdöttünk, lehetünk megnézzük. Pa-pa-pa-pa-pa-pam! Megérte. Az izgalom a történet és az út a lényeg, nem a cél. Day one. Na nézzük, palacsinta. Nem lehet változtatni a skint. Vagy alapból ilyen lett az csá. Eddig nem volt a hátán ez a fekete csík, nem? Vagy nem engedi váltani.
Na mindegy. Alapból nem ilyen, akkor... De akkor most meg már nem lehet váldani, szóval ennyi. Most nem van egy csík a hátán. Ez kész. Na mindegy. Megérte, megküzdöttünk érte, 2 óra hossza alatt meglett. Pa-pa-pa-pam! Haló? Ez mi ez? Nem is láttam még ezt a menüt. Összedőlt. Ja, mert hogy kiléptem a izéből. Sose léptem még ki játék közben. Ez mi az a izé? Ez a continue, mi? Ah. Igen. Szóval van egy autómentés. Ezt is megtudtam. Pa-pa-pa-pam! Tök menő. Ez a cica. Meg jól néz ki. Olyan most is jönnek így dolgok fent? Nyu-nyu-nyu. Jött az UFO, jól. Hát még maradt azért a játékból. Nekem ezeknek a challenge-eknek. Még itt már nem sok van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem tudom, hogy kezdtem el számolni, de szerintem innen. Azért van még. Itt is van még. 1, 2, 3, 4. Még ebből van csak 4 van, bár ezek hosszabbak. Most is ez elég sokáig tartott. Na jól van. Na, srácok, hát nem is baj, hogy ma nem schooloztunk. Csak simán 60 second-eztünk. Legalább kész lett ez a kihívás. Meg úgysem ment volna a school ezzel a bal kezemmel ma. Úgyhogy szerintem röviden, tömören ennyi. És olyan nagyon szerintem nincs is most. Holnap mondjuk nem fogok csinálni szerintem semmit. De... nem tudom. Igazából szerintem pihenni fogok. Felhős játékot meg majd befejezzük valamikor. Igen, azt mondom, hogy meg majd legalább tudok civilizáció hatozni. Végre. Ha már megvettem valamelyik nap. Aztán meg majd jövő héten. Hétfőre már nem lesz gond szerintem. Múltkor sem volt. Meg ez a levertség, meg ez a betonpultság, ez ilyen egy nap volt a múltkor is. Az meg, hogy a karom fáj, igazából így idáig kell felemelni. Itt van a billentyűzet, ez megy. Innen már nem lesz gond. Ne legyek ilyen tompa. Bár igazából a Sea of Thieves sem az a nagyon-nagyon pörgős, ahol mikromásodpercekre kell odafigyelni. Úgyhogy szerintem azzal nem lesz már gond. Úgyhogy szerintem simán fog menni hétfőn a kalózkodás. Ennyi. Szerintem röviden, tömören. Találkozunk szerintem hétfőn, jövő héten meg pörgetjük tovább. Sőt, hét elején be is kéne fejezni a recsitet.
Hétfő, kedd, szerda, legkésőbb. Mert ha minden igaz, pénteken jön a Rift Apart, és akkor azt már lehetne folytatni is egyből. De majd ezt meglátjuk jövő héten. Ha nem jön meg, akkor majd valami mást kitalálunk. Na jó van, srácok, köszönöm szépen mindenkinek az egész hetes jelenlétet, meg a támogatást, a szurkolást, a és több, és több, és több, és mindent. Úgyhogy köszönöm szépen, találkozunk legközelebb hétfőn, és ha minden jól megy, úgy látom, hogy Nandinál lesz holnap a Subnautica stream, úgyhogy leesetek bele abba. Na nyugodalmas, jó éjszakát, srácok! Puszi, pá, szevasztok! Kis kutyás stream volt amúgy, igen. 2 óra összeálltak, kutyiztunk. Kutyula. Akartam még, csak mivel ez egy videóklip, az elején voltak furcsaságok. Na jó, srácok, nyugodalmas, jó éjszakát mindenkinek, copyrighttól mentes, kellemes hétvégét, és találkozunk a legközelebb hétfőn, itassátok meg a kacsákat, adjatok enni és inni a kutyáknak, mert a kutyák hasznos állatok, mint láttátok, egy post-apokaliptikus túlélés is múlhat rajta, 6-ból egyszer, akár még egy kutya is megmenthet a világ végétől. Úgyhogy erre figyeljetek, nyugodalmas jó éjszakát, srácok, puszi, pász, szevasztok! Mua!